Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Mezei Erzsébet képzőművész, grafikus művész, iparművész, nyugalmazott tanár, a szubjektív vendége, illetve mi vagyunk a művésznő vendégei, hiszen csodálatos Padlás galériájában készítjük ezt a beszélgetést, és közben majd képeket is mutatunk munkájából. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésre. És kezdjük a legelején. Ön székelykevei születésű, és ahogy önéletrajzában is írja, a családja, az ősei, azok bukovinai székelyek, akik valamikor az 1800-as évek végén érkeztek erre a vidékre, és ami számomra érdekes az önéletrajzából, azt írja, hogy sajátságos hagyományvilágot, nyelvezetet, dalkincset és életformát hoztak magukkal. Ön minden bizonnyal egy ilyen millióben, környezetben nőtt föl. Néhány mondatban, hogyha mesélne nekünk a gyermekkori élményekről, arról, ami meghatározta későbbiekben, akár a pályaválasztását, akár a, tehát úgy mondjam, a vizuális világ felfogását. Igen, székelykevén születtem, és őseim 1884-ben települtek az Aldona vidékére, és magukkal hozták ezt a hagyományvilágot, ami abban a közegben egy különleges és zárt körül maradt, mert hogy a környező falvakban szerb községek voltak, és három székely település települt akkor le az Alduna vidékére, Székelykeve, ahol én születtem, Hertelendi falva és Sándor egyháza. És ugyanúgy ők is hozták, tehát ez a három kitelepülés, kirajzás volt a bukovinai székelyek kirajzása. És hogyha arról mesélne nekem, hogy gyerekként mi volt az első élménye, ami a képzőművészethez, a rajzhoz kapcsolódott. Ma, hogyha körülnézek a környezetemben, azt látom, hogy nagyon sok gyerek igen korán elkezd már rajzzal foglalkozni, vagy már az óvodában az óvónők felfedik ezt, és foglalkoznak a gyerekekkel. Annó abban az időben ez hogyan történt önnel? Hát az az igaz, nagyon érdekes, mert hogy volt egy kis fapálcika, meg egy nagy földes tér a házunk előtt, mert egy széles utcában laktunk, és eső után a letaposott földre rajzoltunk állandóan. Tehát ez volt igazából az, amire úgy emlékszem, hogy nagyon szerettem, én ezt imádtam ott rajzolgatni, és azután az iskolába találkoztam először, de az iskolai élmények nem voltak annyira meghatározóak, mint az, amit otthon láttam, de nem voltak a szüleim képzőművészek, nem erre kell gondolni, hanem arra, hogy mennyire fogékonyak voltak arra, hogy mindent meg tudjanak oldani maguk. De hát ez régebb így volt egyébként is a falusi családoknál, hogy önállátóak voltak mindenben, és minden dolgot meg tudtak csinálni, amire szükségük volt. És valahol azt hiszem, hogy itt is benne van az, hogy nem, nincs lehetetlen, mert mindent meg lehet oldani, és ez egy kreativitást hoz elő, tehát ez tulajdonképpen föltételezi azt, hogy bármi, ami nekem tetszik, vagy amit meg szeretnék csinálni, azt meg iparkodok, és igyekszek megcsinálni. Kíváncsi természetű? Igen. Utakodó? Igen, igen, és kísérletező. Minden területen? Én azt hiszem, hogy igen, nagyon, nagyon érdekelt annak idején az is, hogy anyukám például hogy var meg valamit. Tehát ezek ilyen apró cseprő, hétköznapi dolgok, de azt hiszem, hogy ezt lehet egy alapnak tekinteni arra, hogy a későbbiek folyamán az emberbe egy ilyen érdeklődés alakul ki, és akkor az élet, vagy esetleg a képzőművészet más területeire, vagy egyáltalán az élet bármilyen olyan területére kiterjedhet, ahol valami kreativitás, valaminek az elkészítése, valami szépé tétele. És akkor a középiskola után végül mégis honnan volt az a döntés, hogy akkor Újvidéken a tanárképző főiskola képzőművészeti szakára iratkozzon? Én műépítészetre iratkoztam először Belgrádba. Ez volt egy évet, ott jártam az architektúrára, csak édesapám meghalt közben. És átiratkoztam Újvidékre magánhallgatónak a képzőművészeti főiskola tanári képzőszakára. És akkor azt befejeztem, és akkor rögtön jött egy zentei munkahely a Turzolai iskolába, ahol kezdtem dolgozni, és ahonnan elmentem nyugdíj. Amikor elkezdett iskolában tanítani, ahhoz képest viszonylag későn kezdett el, úgymond ön maga is alkotni, legalábbis látványosan úgy, hogy berobbant a köztudatba. Körülbelül majd 20 év telt el. Hogyan zajlott ez a 20 év önben, mint alkotóban?
Hát én befejeztem a képzőművészeti főiskolának a képzőművészeti szakát, és örültem, hogy munkát kaptam, és én abban belevetettem magam, és csináltam a képzőművészeti oktatást, tanítást a gyerekekkel. És én az nekem, engem ez teljesen abban az időszakban ki is elégített, mert ott is rengeteg lehetőség volt, és rengeteg kihívás. És közben persze, hogy gyerekekkel dolgoztunk, azért érlelődött bennem, mindig az a gondolat ott volt, hogy szeretnék én is valamit a saját örömömre, de nagyon elfoglaltak a gyerekek, és nagyon sok szép munkát csináltunk, és én nagyon örültem neki, és élveztem azt, ahogy ők dolgoznak, és mindig nagy meglepetés és öröm volt egy-egy munka befejezése. És közben gyerekeim is kicsik voltak, tehát úgy elég volt ez, de viszont az a gondolat mindig ott motoszkált, sőt, én a kerámiát például, azt a főiskola egyetlen egy vizsgám után én nagyon-nagyon intenzíven kezdtem a könyveket vásárolni és tanulni és nézegetni, hogy mit lehet, és kísérleteztem a mázakkal, meg próbáltam, meg szóval volt bennem egy ilyen tenni akarás, és a grafika viszont a 90-es években jött elő, és azt hiszem, hogy egy kiállítás indított meg úgy igazán. Egy Péter László kiállítás itt Zentán. Mert hogy látta, mert, hogy ő láttam földi. És ő földim. És én gyerekkora óta őt nem láttam. És amikor a kiállításról hazajöttünk, én meg is hívtam, mert én ott bemutatkoztam neki, mert nem tudtam, hogy emlékszik erre, mert 15 éves koromban eljöttem Székelykevéről, akkor még kisebb, fiatalabb gyerek volt, és ő csak azután került a főiskolára, vagy hát egyetemre Belgrádba. És az a kiállítás után én elkezdtem készíteni a grafikákat, és amikor már egy csomó volt percetitokba, mikor összejött egy köteg, akkor én elmentem Székelykevére, és mondtam, hogy megmutatom neki. És tudtam, hogy ő az a székely barát, tehát az a hasonló gondolkodású, mint én, és hogyha jó, azt is megmondja, ha nem jó, azt is. Gondolom, hogyha, mert azért van az emberben egy ilyen gondolat, hogy vajon csináljam én megfelelni ezt, vagy nem. Akarást. Nem is, mert engem nem, szóval nem is az volt, hogy én megfelelni akarok, hanem úgy érdekelt, hogy az, aki ezt csinálja, az, aki direkt grafikát fejezett, hogy ő neki mi a véleménye róla. És ő azt mondta azonnal, hogy Erzsike, ezt ki kellene állítani. És ki kell állítani. Első. Az első. És azok ilyen kisebb méretű grafikák voltak, és ez adott nekem egy nagy önbizalmi lökést. Tehát egyfajta visszaigazolás, hogy az, amit elkezdett, az egy járható út. Így van. És akkor nagyon aranyos volt, mert akkor persze felszerelést is adott hozzá mindjárt, festéket, meg papírt, hengert, lapokat, tehát ilyeneket. Tehát akkor most már a monotípiáról beszélünk. Igen, igen. Nagyon röviden azért mondjuk el a nézőknek, hogy tudják, hogy ez egy milyen képzőművészeti technikai forma. A grafikai technikának egy olyan változata a monotípia, ahol egyetlen egy nyomatot lehet készíteni, és úgy is nevezik magyarul, hogy egyedi nyomat. Tehát nincs ismétlés. És tulajdonképpen a grafika azért grafika, mert sokszorosító eljárás, és ez egy kivétel ez alól, mert hogy itt csak egyetlen egy nyomatot lehet készíteni. És ettől válik különösen értékessé. Hát igen, azért a grafikusok, akik úgy vérbeli grafikusok, azért a sokszorosítás mellett vannak, de én nagyon szeretem, és nagyon érdekes, nagyon sok kísérletezés, és nagyon sok változatra ad módot és lehetőségét arra, hogy újabb. És a mai napig is igen, igen, és mindig valami, és mindig a munka hoz egy újabb gondolatot, hogy mit lehet még rajta esetleg változtatni, vagy a méretekben, vagy színekben, vagy eljárásban, technikában kipróbálni különösebb papírokat, vagy ilyesmi. Képzőművészetben ugye a hangulatoknak, az érzésvilágnak a kifejező eszközei azok a színek, a formák, a jelek, a motívumok, vonalak. Mi az, amihez ön szívesen nyúl? Hogyha laikusként megnézem a műveit, és erről már beszéltünk, akkor nekem nem a derű jut eszembe. De mégsem gondolom azt, hogy pessimista művek lennének. Nem pessimista művek egyáltalán. Ez az én kifejező nyelvem tulajdonképpen, ezek a színek. Én ezekben érzem jól magam. Tehát én a harsány színekkel sose voltam igazán, nem tudtam velük mit kezdeni. Van néhány sorozata, amiben inkább megjelenik a szín. Van, olyan is van, igen, de gondolom az is egy, az viszont pont ennek az ellenkezőjét akarja bizonyítani, hogy van olyan is.
De egyébként valóban ez a visszafogottabb színvilág, az élet minden területén ez jellemző rám, én azt hiszem, és ez egy adottság, amit nem szánszándékkal csinálom sötétre, vagy úgy tűnő, olyannak tűnőnek, hogy pessimista, nem. Ez egy ilyen világ, ez az én világom ilyen. Motívumok. Visszaköszön nagyon gyakran például a létra. Igen, én azt hiszem, hogy mindig olyan helyzetben vagyunk, és voltunk, és leszünk valószínűleg, hogy valami, de ezt nem is igazán szeretem megmagyarázni, mert ez mindenkinek más jelenthet, de valami kiútkeresés lehet. Szerintem ez nálam sem tudatos. De valahogy mindig visszatérek hozzá. És ezeket a jeleket különböző féleképpen, a saját jeleimet, amiket úgy már mások is észrevettek, azokat különböző helyzetekben, vagy különböző formában működtetem a képeken, vagy sorozatokon, mert én nem csak képekről beszélek, én mindig sorozatokban gondolkodok. És nekem nem is a kép elkészítésénél már kész a kép. Előtte. Igen, tehát átgondolom azt, hogy az, ami foglalkoztat, azokról gondolkodok, azokat elképzelem, azokat látom a végeredményt. Most, bocsánat. Azt szeretném igen ide kapcsolódóan kérdezni éppen ezt, hogy amikor dolgozik, hogyan dolgozik, mert ugye vannak külső megkötések, hogyha vannak felkérések, akár például könyvnek, vagy DVD-nek az illusztrálásánál, vagy ha vannak táborok. De egyébként, amikor adott a szabadság, a művészi szabadság, akkor hogyan dolgozik? Az a legjobb. De viszont az is nagyon jó, az a kihívás is, amikor valamilyen eseményre, alkalomra, kiállításra, például van egy kiállítás, és akkor arra készülök, az egy motiváció. De egyébként én nekem ez úgy életformát jelent. De mivel többféle területen, tehát ugye eddig a grafikáról beszéltünk, és a monotípiáról, de hát ott van a kerámia, ott van a nemez, tehát ami egész más, és hogyha azt mondja, hogy ami éppen foglalkoztatja, akkor az miben öl testet? De az nagyon jó, mert ez egy ilyen ciklikusan egy körforgalom. Én ezt viccesen úgy szoktam mondani, hogy amikor nagyon durva kezem az agyaktól, akkor nem ezelek, mert az lesimítja. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egy, mindig van egy, majdnem, hogy időszakonként is változik. Például kerámiát nyáron csinálok. Uh-huh. A grafikákat, azokat télen. De nyáron is lehet. Mert hogy ott van az alkotó műhelyben, az a finom, intim kis hely, ahol én nyugodtan el tudom, gondolom, el tudok mélyedni abban, amit csinálok, és az egy, mondjuk nyáron mégis mozgalmasabb az élet, de akkor viszont lehet kint dolgozni. Ugyanaz a nemez is, az is nyáron szokott történni főleg, de nem zárja ki az, hogy máskor történjen, csak a megfigyelések alapján ez így szokott általában lenni. De nyáron vannak a nemez események, uh-huh. mondjuk a mesterségek ünnep, ami eddig volt, vagy a nemez találkozók Budapesten, ahova meghívást szoktam kapni, vagy... Visszatérve a kerámiára, nekem nagyon érdekes az, hogy a kerámiánál éreztem azt, hogy valahol, minthogyha a grafikának vagy a monotípiának egy ilyen háromdimenzióban megjelenő formái lennének. Na, erre mondta a kolléganőm, hogy olyan érdekes az, hogy nálam bármit csinálok, rajta van a kézegyem, és mindenhol felismerhető vagyok. Lehet, de nem unalmas. Nem. Mert hogy változó. Igen. És azért, hát a kézjegy, én vagyok az tulajdonképpen, aki egyiket és másikat és harmadikat, de ez valahogy nagyon, ez nagyon megnyugtató volt, mert hogy én egy ilyen csapongó vagyok olyan értelemben, hogy szeretek nagyon sokat kísérletezni, és kipróbálom, hogy egyik technikát vagy a másikat, és akkor ez azért nem teljesen ugyanaz. Én nem tudok úgy egy szemellenzős vonalon haladni, és valószínűleg ezért is van ez a három terület, amit csinálok nagyon szívesen, mert van ez a hullámzás, hogy át lehet váltani egy másik médiumra, és abban is el lehet mondani azt, amit el szeretnék mondani, vagy egyáltalán valamit kifejezni. Mert ha valakinek van mondani valója, akkor elmondja. És most az, hogy milyen módon, vagy milyen technikával,
az épp a pillanatnyi hangulattól is függhet, vagy a lehetőségtől, vagy az időtől, az is befolyásolhatja, hogy mondjuk van több időm, vagy kevesebb időm, és akkor az is befolyásolhatja. De ugyanakkor ez állandóan jelen van, tehát vagy ezt, vagy azt, vagy azt mindig csinálom. Mit tart fontosnak, vagy mit tartott végig fontosnak, amíg a fiatalokkal, a gyerekekkel foglalkozott ebből a világnézetéből átadni az iskolában, vagy pedig a különböző táborokban, és ugyanúgy, hogyha azt mondom, a szűk környezetében, hiszen ez a családja, ez a millió, amiben a gyerekeit felnevelt, ez bizonyára meghatározó volt olyan szempontból, hogy Vajdaságnak két elismert művészt adott, nevelt fel ebben a családban, Mezei Kinga színművész és Mezei Szilárd zeneművész. Hát én azt hiszem, hogy ez egy természetes életszemlélet, amit lehet, hogy az a szüleim bölcsességéből, vagy a falubeliek bölcsességéből hoztam. Tehát tulajdonképpen én ezt szerintem ez egy természetes. Én nem is tudom ezt meghatározni, hogy ez most, ők így nevelkedtek, de ők az első perctől kezdve egy ilyen körforgásban voltak benne. Támogatás, ami a kíváncsiságukat... De nekem nem volt különösebb, ők is ezt természetesnek vették, és úgy élték az életüket. Mondjuk én például csináltam a kerámia tábort, 83-ban volt az első zentai kerámia tábor gyerekeknek, amikor még a lányom iskolába se járt. De ő mind a 10 kerámia tábornak a tagja volt. Hát kell ettől nagyobb löket mondjuk egy gyereknek, hogy évente 10 alkalommal egy hetet kerámiázon, este népzene, bodoranikó járt, népdalokat tanítani. Tehát olyan közeget teremtettem ott a gyerekeknek, de nem csak az enyémeknek, hanem minden meghívott gyereknek. Hogy aki oda egyszer eljött, az már most nem, ez most nem azért mondom, hogy én magamat magasztaljam ezzel, de viszont... Szívesen visszament. De hogy igen, szívesen visszajött, és már nem úgy hagyta el 10 nap után azt vagyis nem úgy fejezte be a kerámia tábort, hogy ne hagyott volna nyomot rajta. És soha nem erőltettem semmit, se az én gyerekeimnek, se az iskolás gyerekeknek. Mindig csak fölmutattam egy lehetőséget, és mindig csak egy kínálatot tettem elébük, hogy ők válasszák ki, hogy mi az, amit szeretnének ebből. Én próbáltam, és igyekeztem mindig az értékeset, és olyan munkatársakat is keresni, akik csak az értékeset mutatják fel a gyerekeknek, hogy abból válogassanak, és ne abból, amit esetleg máshol látnak véletlenül, vagy azokban a közegekben, ahol nem bizonyára nem azt kapják, amiből tudnak okulni a továbbiakban. Nagyon röviden, most már nyugalmazottan át, de nagyon-nagyon elfoglalt, hiszen ezt a beszélgetést is egyeztetnünk kellett. Most is van, ha jól tudom, egy meghívása a Budapestre, egy kiállításra. Miről lenne szó? Most készülök egy kiállításra Budapestre, ahol 35-40 alkotás, főleg grafikák lesznek kiállítva a Forrás Galériában. És az már most március 26-án, eddig legalábbis ez az időpontja megnyitónak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok. Önöknek köszönöm a figyelmet, és hogyha tehetik, ha zentaiak, vagy hogyha zentán járnak, nem tudom, hogy ide el lehet-e jönni ebbe a galériába, Padlás Galériába tekintsék meg, vagy alkalomattán keressék a művésznőnek a tárlatait. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!